És akkor visszatérve erre az asztalügyre, ami miatt múltkor megszakították a tárgyalásokat, a múltkor reménytelen esetnek tartottak minket, és kiderült, hogy muszáj újra fölvenni velünk a tárgyalásokat. Most az az új ötletük, hogy legyen ez az asztal négy oldalú. A szemben levő oldalon ülnek ők, egy MSZNT delegáció szerepel, amelyben a kormány képviselői is helyet kapnak, de mind az MSZNT delegációjának a tagjai. Tehát az, amit mi akartunk. Nem egy vegyes delegáció, hanem az MSZNT delegációjában, mind az MSZNT megbízottai kapnak helyet, a kormánynak a tagjai. Velük szembe ülnénk mi, az ellenzéki kerekasztal. Itt is elfogadták a mi korábbi álláspontokat, amit akkor nem fogadtak el. Tehát mi állapítjuk meg a delegáció létszámát, összetételét, nem szólnak bele abban. Van egy ellenzéki kerekasztal, ami úgy áll föl, ahogy az ellenzéki kerekasztal ezt megállapítja. Eddig van az a pont, ahol teljesen egyenesek szerintem az álláspontok. Na most mi már az első fordulóval rögzítettük a jegyzőkönyvben azt a javaslatot, hogy a harmadik oldalon, ez nagyon fontos oldalon, amit mondom, a harmadik oldalon csak is a mindentől napirendi pontban érdekelt szervezet vehessen részt. Azt is bejelentették, hogy ugye már mi mondtuk, hogy micsoda disznóság, hogy 27-én ki van tűzve egy csomó napi rendi pont. Erre ők azonnal úgy reagáltak, szabályosan zsaroló szándékkal, hogy ez az utolsó ajánlatuk, és hát 27-én törvénykezni fog az országgyűlés, és addig nem fog megegyezni. És úgy fog törvénykezni, ahogy ezt ők jól látják. Tehát 27-én beletették, a mondat így szól, tehát mikor ezt kifogásoltuk, ők ezt válaszolták, az MSZNP képviselői jelzik, hogy az érdemi tárgyalások megkezdése esetén az elfogadott törvényhozási menetrend módosulhat. A törvényalkotási munka nem előzi meg a politikai megállapodásokat. Tehát tettek egy ígéretet, hogyha leülünk velük érdemileg tárgyalni, akkor lényegileg leveszik a napirendről, mert nem előzheti meg a politikai megállapodásokat. Viszont azt mondják, hogy javasolják annak megfontolását, és hogy kezdeményezésük véghető az utolsó lehetőséget kínálja az előszörű munka gyorsbefejezése a törzsetek érdekében. Világos, hogy 25-én parlament van, és az is világos, hogy mindent átvisznek. Azt visznek át, amit akarnak, ez teljesen világos. És az is világos, hogy 27-én, amikor átviszik, arra is hivatkozhatnak, hogy azért viszik át, mert az ellenzéki kerekasztal nem jutottak dülőre a tárgyalások előkészítésében, tehát nem tehettek más, mint a fürge kormány és fürge parlamentje át döntött.